Mindegy 200 rászoruló családnak és nyugdíjasnak segít rendszeresen a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja. Ezúttal az iskolakezdés előtt álló családokat szeretnék támogatni. Ruhaneműt, élelmiszert, háztartási eszközöket, ágyneműt fogunk osztani. Ez az osztásunk annak az apropóján jött létre, hogy nem sokára szeptemberben kezdődik az iskola. És a máltai csoportunk szeretne hozzájárulni oly módon is a családoknak az iskolakezdési költségeinek a mérsékléséhez, hogy olyan dolgokhoz juthassanak hozzá itt az adományok formájába, amit akkor nem kell megvásároljanak. Így megmarad nekik az a pénzeszköz is, és azt is esetleg tanszervásárlásra tudják majd fordítani. Jövő hónapban, augusztusban már nagyon intenzíven fogunk tanszereket is gyűjteni, mert arra készülünk, hogy még a hónap végén, mielőtt megkezdődik az iskola, tanszercsomagokat is készítünk a segítségre szoruló családoknak. Ezeket a segítségkéréseket írásba lehet leadni nálunk. Legkésőbb augusztus 15-ig fogadunk ilyen kérelmeket. Az akció eredményességét jól mutatja, hogy 2022-ben 210 szekszárdi kisdiáknak tudott tanszercsomagot összeállítani a csoport. A támogatottak köréből például nagy a kereslet az iskolatáskákra, tolltartókra, festékekre, filckészletekre, de ezek mellett még bármit szívesen fogadnak, mert biztos, hogy minden beérkező adomány gazdára talál. Igyekeztünk mindenkinek azonos értékbe összeállítani, de hát mindenkinek más-más a kérése. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségbe rendelkezésünkre álljanak tanszerek, egyrészt gyűjtünk a lakosság körébe, tehát bárki behozhat ide hozzánk, leadhat akár olyan eszközt, ami megmaradt és nem lett felhasználva, vagy pedig olyat, ami még jó állapotú és még hasznosítható. Ez mellett augusztus 23-tól 26-ig fogunk gyűjteni áruházba is a szokásos módon. Nagyon jó szívvel adakozik a szekszárdi lakosság. Hát ugye most sokkal drágább lett minden, úgyhogy számítunk rá, mert tavaly is tapasztaltuk, hogy az érték ugyan továbbra is megmaradt, amit kaptunk adományba, de azért a mennyiség kevesebb. De annyira sokan vannak a rászorulók, hogy nagyon nagy szükség van, ezért kérjük az embereket, hogy mindazok, akik tudnak arra áldozni, hogy másokat segítsenek, más családokat, azok kérem, járuljanak hozzá ehhez. Mi, akik értesítjük az embereket ezekről az osztásokról, és beszélünk velük, tapasztaljuk, hogy annyira nagyon nagy szükség van a segítségre, hogy sokszor az ember nem is tudja, hogy sírjon-e, vagy mit tegyen, hogy hallja, hogy milyen gondokkal küzdenek egyes családok. A Máltai Szeretett Szolgálat egyébként már 5. éve segíti az iskoláskorú gyermekeket nevelő anyagi gondokkal küzdő családokat. 2019-ben még csak meghirdették a lakosság között, hogy adományokat várnak ebben a körben is. 2020-ban már igyekezett a szervezet bevonni országos szinten az iskolákat is. A gyűjtő tevékenységben azonban kevés intézmény vállalta az együttműködést. 2021-ben ezért az lakosságtól közvetlenül érkező adományok fogadása mellé az országos szervezet elindította az augusztus végi áruházi tanszergyűjtési akciót is, mondja Kövesfalvi Sándor, dél-dunántúli régióvezető. A mosolytáska akciónk, amit jelenleg is zajlanak, iskolákba kértük meg a pedagógusokat, hogy a gyerekek körébe terjesszék azt el, hogy a megunt nem, jövő évre már nem használni kíván táskájukat és tolltartóikat, hogyha leadnák az iskolába és az hozzánk kerülhetne, akkor mi megfelelő módon a rászorulóknak tovább tudnánk ezeket adni, ezzel is nagy segítséget adva a családoknak, akik nem tehetik meg, hogy újat vegyenek ezekből a tárgyakból. Én azt gondolom, hogy Tolnavár megyében is segítőkész emberek vannak, nagyon sokan, de én egy örök elégedetlen vagyok, úgyhogy én mindig várok újabb és újabb felajánlókat ebbe a tekintetbe, úgyhogy itt is várunk olyan adakozókedvűeket, akik megtehetik, hogy segítsenek. A szekszárdi csoportnak 20 aktív tagja van, de nagyjából 100 állandó segítővel dolgoznak. Egész évben gyűjtik a főként ruhaneműből és tartós élelmiszerből álló adományokat, ezzel pedig csak a városban és annak környékén több száz családot segítenek napról napra.